Na, hello, hello, sziasztok! Én Barti vagyok, és egy kis streammel jövök most nektek, hogy ilyen szakszerűen mondjam, ahol meglepő módon GTA RP-zni fogunk. Ugyanis úgy döntöttem. Nem nagyon voltam még fönt ilyen télkörül időben, és ahogy néztem, nem is vagyunk sokan, egyedül vagyok, de ettől függetlenül járőrözünk a városba, beszélgetünk a lakossággal, meglátjuk, mi van itt, körbejárjuk a környéket. Úgyhogy nagyjából ez lesz most, majd este szerintem lesz egy második stream is, de most nézzük a délelőtti műszakot. Volt régen egy sorozat, a harmadik műszak, ami mentősökről, rendőrökről, tűzoltókról szólt, mert Amerikában így nagyon sokszor egy kupacban vannak, meg együtt mennek. Raven nagyon-nagyon szépen, Barack 70-én nagyon szépen köszönöm a követést, Raven, Isten hozott a cseten. Érezdétek mindketten jól magatokat, remélem sikerül olyan tartalmat generálni, ami mindkettőtöknek tetszik, illetve mindenkinek, akinek ide téved, megtanulok majd beszélni is egyszer. Jó, veszünk ilyen kendőt is, hogyha valami van, akkor tudjunk törölgetni. Veszünk a fegyverre egy lámpát, mert én mindig lerakom a fegyvert a raktárba, és kurvára elveszik. Készünk két golyóállót, egyet berakunk a motorba, egy nálam lesz, mert azt mindig el szoktam felejteni. Mizu Barack, hogy telik a hétvége? Mi finom készül ebédre, vagy már túl vagytok-e rajta? Jó öreg dandár tábornunkunkkal, pedig megkezdjük a járőrözést. Sobri József 10-8! Itt ugye lehet összefutunk olyannal, akinek borsot törtem már az orra alá, az jó, mökkéssel minket. Vagy nem? Na, akkor én vagyok az akcióparancsnok. 10 percenként jelentést kérek magamtól. Ott már benne egy golyó álló. Na mindegy, egyet berakunk. Na, hogy hívják is? Nagyon jó, nagyon jó. Nem húzom fel a golyó állót. Csak akkor, hogyha akció van. Na, mondjuk azt mondjuk, hogy nincs a csomagtartóban, az igazi. Ja, hogy hívják rádió? Sierra 99-84-10-45 Burger Shot. Hát ugye az RP-ben nyilván nem egyedül, mert RP szempontból nem egyedül vagyok, ez tény. Mert nyilván lennének járőrök, tehát ez egy játék, és hát azért szombat délben. Szia Noémi, hello, hello, hello. Szombat délben azért sokan családi ebéd, vásárlás, tehát nekem is lenne mit csinálni, sörlődtem is, hogy játék, vagy ez. De úgy döntöttem, hogy ez. Célra egységet alkottam saját magammal, azt jól eljárőrözgetek. Szerintem nem ezen a hídon akartam átmenni. Mindegy. Most már ezen mentem át. Mi Palettóba, Sandybe megnézzük, Mizu van ott. Na, most sem tudom, hol vagyok legalább. Az indexet. Szeszem az indexet. Aztán meg.
Megbasszom a hidat. A szörnyeim, most hát tényleg egész jó eltájékozódok a városba. Hogy van a buksit, Noémi? Jó van, vissza ugyanoda, ahonnan jöttünk. Menjünk erre. Ajajaj. De hogyan basszuk el az útvonalat egy rossz döntéssel? Kikus esete. Próbálj nem meghalni, ez egyébként egy nagyon nagy kihívás számomra, mert előszeretettel szeretek megdögleni. Értsd jó? Hova? Visszaértünk a kocka parkhoz, hát ez csodálatos. Persze, mert próbálunk egy picit figyelni. Egész jól? Na, jó van, jó van, jó van. Szóval hogy ezzel a motorra lehet-e valamit csinálni, kerekek meg ilyenek? Na, itt nem merek, hogy nincs fönn senki, aki vágja. Hol van? Kérdezzük, hogy milyen élet van ilyenkor. Ez az a híres újság, a Csédön. Én korábban fordultam le, hogy itt a kettő, mint szerettem volna, de így is jó. Hoppá! Ez lag? Itt kezd a Csédön környékén lagolni, cucc. De mi? Én most nem is olyan fönt sokan, tehát azért... Ennél kicsit... Húszabb is lehetne. Van, megérkeztük a helyszínre. Ahogy látom, nem van itt senki. Exit only, vagy rendőr vagyok, nem tudok olvasni. Van. Sierra 99, 84, Börgeser 10, 26, 10, 45, Balettyó. Mettem volna a lenti úton is, na mindegy, menjünk akkor a felső úton. Van, hopp, zöldre is váltott, nagyon jó. Imádom ezt a motort. De benne, megtankoljuk azért. Balettyóba nem megyünk, nem 100%-ig tele tankkal. Hát lesz valami gyors hajtó. Valami. Mert látjuk, hogy kettőig mi alakul. Azt a kettőig nem nagyon, akkor ebédidő, azt visszajövünk délután 6-kor. Jó. Jó, srácok, zsarén eset alkottam ma. Ki akartam rázni az ágytakarót. Délkómában reggel. Köszönöm! Kimentem az erkélyre, kiráztam, hatalmas csattanás. Első gondolatom ez a telefonom volt, hál' Istennek nem. A set-top box-nak a távirányítója. Úgyhogy három emeletet zuhant, elripityomra tört. Nem mint a nagyon használom a tévét, csak Forma 1-et szoktam rajta nézni, de amikor azt ma úgy néztem volna. Volt életem második autós, első autós üldözése és második üldözése ezen az útszakaszon. Szóval itt repültünk falba, mert akkor átlagoltam, mint az állam. Meg azt szerintem az új géppel volt. Nem, az még a régiben. Valamán megyünk szívén el. Mi ez a villogóval? Geréve? Most már én se arcot vágok, akkor kurva mérges voltam. Behúzod előttem a féket, bármelyik NPC, kiszállok, és addig ütlek, amíg anyád is megbánja, hogy a világra hozott. Az se árt, hogy egyébként tanulom a várost, meg így üldözéshez, hogy mi lesz majd a jó. Vettük a hármas bank mellett. Volt egy autópálya, mondjuk ez nem autópálya. Amikor van leállósebb, de változik, tehát most egy sebb, tehát ezen autópálya. Mindegy,
Nyugati út Palettyóba. Kéne menni a Otton Forzán útra. Aha, menjünk már oda. Sziaubul Ubilub. Bocsánat. Hello, hello. Ez a fülesen mióta van? Hónap? Kettő? Kb. Akkor vettem. Logitech G Pro X. Kicsit sajnálom, hogy ám a Wi-Fi-set vettem. A Wi-Fi-set? Wireless-t. Jó, elmentem. Hát ott föltették kérdést, már nem tudok odafigyelni arra, amit akarok. Mostanában nagyon ilyen vagyok mindenben, hogy elkezdek valamit, eszembe jut valami, és azt a két dolgot felejtek el egyszerre. Itt kell leadni a hotjelk alatt. Az a horgászat is bejött. Hú, mindenki horgászat, 3 napig. Azóta szerintem nincs ember, aki horgászna. Kívánok a papárna? Hát igen, ez biztos hátránya lesz ennek is. Én nagyon szeretem, mert nagyon jó a hangja a mikrofonjának. Vettem egy Razer Kraken Lite, vagy itt valamilyen kisebb Razer fejhallgatót. Nagyjából olyannyiba került, mint ez. A hangja a fülhallgatónak jobb volt, mint ennek. Viszont a mikrofonja az kikurccal. Ennek a mikrofonja viszont olyan geci jó. Minket is bemér, csak nem büntet. Hát azért, mert a trafér csak annyit tud, hogy egy jármű haradt erre gyorsan, csak utána látja, hogy rendszem ellenőrizésnél, hogy úristen, mi ez a szakadás? Van. Csak változott semmi. A 6 FPS is olyan darabosnak érzem, hogy az hihetetlen. 45. Mi? Hármányzsibb nőrmester 10-nél szörött egészséget mindenkinek. Ürőt ügénységöt! Na, valaki följött. És lemustuk. Hogyakot akartam megnézni, a... Elvileg... Nem, az a borászat. Mi a helyzet a kollega, esetleg csatlakozhatok önhez? Örötögészségöt, célra vizsgálja, von. Persze. Jó van, vegyél elő egy motort, épp Palettóba járőrözök, azt találkozzunk. Melyik a kapitányságon van? 0-0. Jó van, akkor nem tudom, találkozzunk a 0-0-le. Hát nem mennék azért vissza odáig, de... Mennyi idő, amíg összeszedi magát? Már készüljük, már kiindultam a garázs. Jó, akkor jöjjön Sandybe, találkozunk Sandybe, a Csudaton déli partján. Jó, jó, gondolom. A boly, köszönöm szépen a követést. Látja, ott van egy ilyen tetováló szaló Sandybe, találkozunk annál, aztán onnan mögközjük a közös járőrözést. Szia Fanny drága, hello hello! Na végre, már kettő vagyunk rendőrök. Palettóban mi basszom ennyire a szemet? 40 FPS-re leesik itt meg.
Elmegyek onnan, nem. Egy verbolt vagy a kórház? Hát a kórház, az lehet. Inkább a kórházat mondom. Bejáróda mi van? Semmi. Omegában nincs szerintem senki most, hogy a kórházban ott egyedül. Zúóboly. Srácok, kinek hogy telik a hétvége, túl vagytok-e már a szombati családi ebéden, vagy nem családi ebéden? Mi volt az ebéd, vagy mi lesz az ebéd? Jöhetnek a jó kis ötletek. Két darab háku van. Milyen két darab háku van, Barac? Mert ugye, hogy... Nem motorra van, kollega. BMW. Na, akkor jó. Akkor én is jót választottam. Ügyös. Ez a jó motor? Férfi önbörnök, ez való? Azon. Jézusom! Ilyen franc. Ezt miért csinálja a kurva monitor, hogy fogja és eldobja a felbontást? De szarsz. De miért? Fogok bejönni Sandy falujába. Ezt is csatlakozom, csak a bukós is a vizória egy picit piszkosat és bökköt tisztogatnom. Rostély magyarul, mindegy. Jó, ez a hang. Meg. Erőt egészséget. Őnézés, van valami szön problémám? Ilyet a bukós is a problémám, próbáltam javítani. Szép botó. Bukós is a probléma? Igen. Őrmestörként már meg van a szféra vizsgája, az igen. Hát, bár itt vagyok már 4 hónapja, uram, úgyhogy már megvan. Értem. Jó van. Jó van. Nézzük körül itt Szöntibe. Tudja maga, hol van az a Yellow Jack nevű kocsma? Hú, várjuk. Azt igen, igen, nagyjából tudom, de az visszafele van. Jó, és ugye emlékeztem. Ott a, majdnem a börtönnél, ahol letérünk az autópályára, ott az Y-elágozásnál. Börtön? Ja, értem. Jó van, vözösen, akkor menjünk oda először, nézzünk körül azon a környékön. Jó, ugye. Jó, kösz szerint azért. De visszahaladszom a srácztól. Ez az én automatoromnak olyan hangja. És hallott még az indexről. Hogy telt a napja, kollega? Köszönöm jól. Főköltöm, főköltöm a szolgálatot, azóta itt motorozok és néz, őrzöm a röntöt. És az öné... Na, az jó. Öné... Hát... Nagyjából ugyanez volt. Azt a mindenit. Nézzük körül itt. Célra 99.084, megnézi a Yellow Jacket midőröntből. Az meg. Mivel zárom le? Jézus, elfelejtettem. Csak én nem tudom, én nem találok sose a zsebembe sisakot, kollega. Úgy tűnik. Nekem a zsebembe nincs sisak, mindig ide rakom a hátsó tyékre, innen veszem föl. Most ledobta a fődre, de ezt ne nézzel, mert visszarakom majd, ha kijöttünk. Jajajaj, értem, értem. Én még ott sem találok, nincs sehol. Így be van. Úgy látom, hogy ez zárva van. Ez tiszta. Jó, itt a környéken valami hőj, azt is nézzük meg. Micsoda? Hőj. Valami ilyen fémszétszedős, autószétszedős, nem tudom micsoda, mi az? Roncstölöp. Nem, roncstölöp. És úgy gondolom, gyarús. Jó, hát én itt kimegyek. Ja nem, kollega, az nem az, ott vannak a repülőroncsok, ott egyel arrébb mellettük. Vagy valahol valami repülőroncsok is vannak ott. Ó, nézzük meg azt a helyet!
Így szerencséje van önök a városnak, hogy nem bűzdönözőnek álltam, úgy kihasználnám ezeket a helyeket. Életből önök kapnának. Azaz. Húha. Két darab hely van. Igen, tanulás lesz, de már faszom ki van vele. Mit tanulsz a boly? Hát ez is a kimi egyetem. Elfogyás ukrurt, és mint ebéd? Miért, mint ebéd? Ér, persze. Kéne gondolkozni, már van. Nálunk palócleves lesz. Azt szeretem. Tarhonyás hús. Őnézést. Még egyszer meg ismét őni. Most kéne gondolkozni, hogy merre van az. Azt kell merre, hogy most kell. Járőrözzünk. De arról most kell. Értem, hát majd megtaláljuk. Itt van pont, szembe velünk, ott a repülőrönt. Jóha. Jereztük. Jó, úgy látom, ez is tök üres. Itt a só, hova menjünk? Hát menjünk előre, kollega, ezt kell hova? Menjünk akkor, nem tudom, hova megyünk, csak megyünk. Hoppá! Üdvődj irányú! Rossz irányba fordultam! Tóval megyünk! Mi van nekem bejelölve és mi van bejelölve? Nem akarok menni. Mindegy. Mivel megy ez a motor? 190-200. Hát mondjuk ezzel nem fogok meg a... ...ni a szaromat. Hú, kínai, az jó ötlet. Nem tartunk ott, de szerintem hasonló lesz majd valamikor. Emelt info? Na, az jó, az jó. Tudj rajtuk ki, van-e egyébként akkor még a szerverem. Vissza vagyunk a nagy bűnös városba. Cihéra 99-84, 10-45, nagyváros. Ő közdi a járőrözést adta. De büdös, bűnös. Bűnös. Érti? Sok a rossz csont. Akiket a pandúroknak az az ökümbökkön fogni. Hát kb. Mi van ott, ami nem vagyunk ott? Pontosan. Akkor nagyon rossz dolgok sülhetnek ki. Totálisan. Jaj, nézze be ezt a fasz, majdnem rámúzta a kormányt ott. Vezetni. Jó nézést, te bottoly fékezni fog. Kurvára jöttem palettóba. Jó, tisztítsa meg a gépjárművét. Bele egy kis benyát. 14. Tele van. Kínai... Ennyi volt, ennyi készpénz. Ismétel jömök. Tessék? Ismétel jömök, kérem, mert nem hallottam, jó? Ja, hogy ennyi készpénz volt nálam, ennyi volt. Adja a kölcsön, szerintem nálam van még. Adja. Jó van. Jó, ez kibéri, ez még 600 kilométer. Az kemény. Na jön, örvester. Nagyváról. Nino. Még alapítottuk az ilyen a ügységet. Thank you.
Főpublik! Gyerek! Még a főpublik. Go, go, go! Soha! Jöjjünk! Dugótlanítani! Nem akarok megalni nagyon durván ebbe a kanyarba. Jázzon, kamion! Mi? Felszínű volt. Hát igen, de a kanyarból azért könnyűt előtra a fárja, nem figyel jó, vagy más a figyel közből. Fels. 2.18, jó, mondjuk dombol lefele. Nagyon akcióba érzem magam. De csak itt tartunk, Jézus, sose érünk oda. 4 mérföld, 200-e. Hát ez... Csúcsot vagyunk. 8 kilométer. Se. Nagyon akció van, dugó van, van kell közlekedésből irányítani. Hord meg innen GPS. Bazd meg! Jászló! Meg jó, hogy szólt, kollega. Motorozásra így kő, nem tanították Sierra? Probléma. Micsoda? Kolléga? Létesik az agyam, uram? Valamiért, nem tudom miért. Mi a probléma? Rendben. Jöjjön majd utána, hogyha meggyógyult a dolog. Látom, itt a hagyatott gépjárművök vannak. Rendben. Kölcskezi csókom, rögtön egy elhúz innen az út közepérő. Disznóvágtába. Vétel, Johnson Hudson, főtörzsőrmester 18 erőtegészséget. 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 Ezeket VR-tronszor rakjuk, ugye, kolléga? Pontosan. Erre az, hogy kell. F6. Csak interakció, kocsi lefoglalása. Város leírás. Próbálok betenni, és elhagyjuk beállni vele. Ürézés nélkül az F-16-bára gondol, úgy foglalja le, ugye? Igen, igen. Mindegy. Akkor jól csináltam. Főpüléknál a kereszteződésben elhagyatott a hatosségét.
spia időegységet. Na mindegy, egy órára perem. Örültögésséget. Jó, hogy arrébb is átvölök? Miért jó, arrébb átvölök? Jó, fel kellett törni hozzá, de ezt nem hiszem, hogy ezt tudja. Szerintem megoldom. Igen? Jó. Legalább próbálom. Cselekedés. Mi a francva? Játúró hatalobb ő. Csomagtartón keresztül. Úgy, kivágom ott hátul ezt a karpitót, átmászok. Vételi, Johnson Heidsen főtörzsörmester, azt szeretném megkérdezni, hogy van-e szabad egység, amelyhez csatlakozhatok? Kolléga úr, Sierra-ba toljuk. Ha van Sierra vizsgája, csatlakozzon hozzám, megalkotjuk a Sierra egységet. 14. Szabad lett a városi is, most már tud sétálni. Ők böntöttük, mondjuk nem kéne sétálgatni. Az a baj, hogy nem tudom lezárni, nem tudom lezárni. Hát igen. Hogyha csak nem viszik el, mire kijön a VR Trans. Még várjuk. Nem várjuk meg. Más gondolatom támad. Gyerünk csak óvatosba, nehogy elcsapjanak. Rendőrök vagyunk, csak kikörülnek. Amikor lejjük futólépésbe, az lehet, hogy egészségesebb. Kolléga, a főpubliknál vagyunk, a gondolja itt csatlakozhat hozzánk. És BMW motorokkal vagyunk. Rőtögéséget. Jó, fővárjuk itt a kollégát. Motorját kérem, úgy. Mindig vagyunk zárva. Persze, szalap. Nem szeretek nyitva adni semmit, mert hogy na. A kínai, ez tetszik, srácok, ez másodperc. Ilyen türelmet, srácok. Csak olyan jelállítódott megint. Tudom, hogy csinálsz, hogy a monitor fogja majd, vagy a GTA. Ilyen ember jó, hogy biciklizik itt. Igen. Jó nagyot kívánok. Tudunk valamiben segíteni az úri önbőrnek? Igen, nem, kettjük biciklizet. Jó. Gyakorlok a francra. Mire gyakorol? Tour de France? Ja. Az menő. Pillanat, és jövök fejbe, kollega. Tösség? Azért tekkerek. Pillanat, és jövök fejbe. Jó van. Jó, töszi. Átja, én is gyakorlok a Tour de France-ra, csak én gyorsabban megyök. Azt látom, egy kérdésem kicsit lehet? Persze, kettő is. Az egyik kérdésem azért, hogy a munkrendőrök, és jól tudom, mert voltam bent egyszerre, és meg akartak, hogy ügyvédi papírt állítanak-e önök ki, mert az önkormányzat sajnos módon megszűnt. Milyen ügyvédi papír a gondó? Hát ő a magánügyvéd jelenként szeretnék lenni. Ilyen munka. Értem. Tehát szeretne praxist indítani a városba, mint ügyvéd. Igen, de saját magánügyvéd például, hogy saját üzét nyitanék. Értem. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Beszélnem kell nekem is a kapitányság vezető urakkal, de szerintem nincsenek akadálya. Ami jövőn megadja a számát, megadom én is a számomat, sőt, megadom én a számomat, ezt keressen meg mondjuk hónap este vagy ma este. Jó, egy pillanat, akkor mindjárt mondhatja, csak úgy jól segítünk, elő kell kaparni a telefon. Na! Piat, bökkeléznöm. Tudom, ismerők. Tudom, itt vagyok, fejlő. Mondhatom? Mondja. 53. ...9-8-9. Sobri József dandártábornok. 53-9-8-9, igaz? Így van. Nagyon szépen visszabontam, amiket mondtam számokat. Amennyiben ezt elment, meg volt elfosszak. Dandártábornok. Az is jó. Úgy érve, hogy gondolja, úgyse fogom soha az érből látni. Vagy ha meglátom, akkor nagyon komoly problémák vannak, mert akkor olyat csinált, amit nem kéne. Hát vagy én megyek be a rendőrségre, mint ügyvéd. Hát jó van, de gondolom, akkor se fogom a saját számomat az ön telefonjából látni. Hát lehet. Hol van? Akkor
Látó maga nagyon féltő a Covid vírustól. Az, nagyon félek egy mai napig. Jó van. Voltam Covidos. Voltam. Értő, hát vigyázzon magára, hát akkor hordjon maszkot. Benni is voltam a kórházban. Jó van. Ajánlom, hogy tényleg vigyázzon magára. Én kollégák, tisztítsuk meg a főpublikot, mert nagyon nagy a piszok. Van önök léttörlő kendő? Hát, megnézem. Jöjjenek ide, nálam van. Zsebre basztam párat. No, jó van, jó. Na, akkor töröljük. Parancsoljon, kolléga! Köszönöm szépen. Uga, fénynyújtózok, ha föllépek ide a parkányra, akkor biztos elérőm. Jaj! Csak lenne ősök erről kis parkányról. Nem magas, de nagyot lőtösni. A konyhát és a kamerát, hogy van-e itthon cucc. Rendelni fogok valamit. Én tudom, biztos hamburgert akart, vagy itt a gyíroszt kapott, aztán föltalálta a Habi burgert. Jó, ha, letöröltem ezt a randa írást. Már is csinálom, nekem van még egy. Na, jó. Ki az a Montana? Biztos Hanna a Montana? Gondolom, ja, igen. Az a kis csaj, akiből egész jó nő lett, csak nagyon kattan. Még nem mondom, hogy nem az esetem a kattan nő, szeretem a kattantakat. Gyere már, jó édes anyádat, aki ide felrajzolt a Montanát. Ez az. Sokan firkálnak, mi? Úgy tűnik. Próbáljuk csoda, itten tisztítani a várost. Csoda, hogy még a rendőrségre nem firkáltak. Megpróbálják, csak akkor az idegen rendőrizet megy értük. Nekik meg van olyan nagy pufkájuk, amivel úgy sem berakják, hogy élete végéig nem találja meg a helyét a városba. Őri nem fog tudni nem hogy állni. Jó, nézzük meg kolléga mit csinál. Szerintem gyanúsak, ahogy nekem is ez a két gépjármű. Gyanúsak a gépjárművek, kolléga. Pozitív, ezeket a gépjárműveket a reptéren szokták használni az alkalmazottak, és nagy valószínűséggel ellopták a reptérre. Értem, foglaljuk le őket, azt javaslom. Mit szó? Mi is van törve az ablaka? Hoppá, belőle tűni. Tökéletes munka, kolléga. Szép tiszta lett a főpublik, ahogy szörötöm. Nagyon menő ez, hogy megjön hárman motorra. Szerintem sokkal jobban néz ki, mint az autóval. Jó, ő, mester! Vegye át az irányítást, maga mondja, merre megyünk, azt követjük. Rádiózást is kérök. Jó, akkor menjünk a kis raktárba, én azt mondom. 10-4. Ögészség. Nagyon elindultunk. 0-84-84-es, jó. Én 0-84-es vagyok, de színrában a sajátját mondja szerintem, nem? Sierra 003-62-10-45 kis raktár. Kolléga! Erre a mozdulatra nem számítottam! Erre valaki sokkal befele, csak az... Én azt tudom, de azt hittem tovább, hogy nem húzódott ma arra kis éves forduláshoz. Csodapest, de nem fordulunk nagy évből. Jézus úristen! Na menjen! Jó, tartsuk a távolságot.
ugye? T-26-osnak tűnik nekem. Menjünk körbe. Meg itt a kapun. Illetve javaslom, térképezzük fel a környéket, hogy hol lehet itten elbújni meg dolgok. Pont itt. Oké, ez az egyik. Ezt tudom, de például szömbben van egy parkoló, ahova nagyon sokan beszoktak állni, és már volt, hogy riasztott a raktár, hogy ott átült autó, kollégák kijöttek és elmentek a picsába. Wow. Igen, például ez a parkolóház is. Könnyöm. Ott van szömbe az a parkoló. Au! Jó mikrofon. Ekkora koncentráció van itt, kérem szépen. Sierra 00362 1045, nagy raktár. Ugye a kolléga nyugodtan. Tök jó egyébként egy ilyen csapat, hogy egy terepes, két gyorsasági. Nem tudom, mit ölök mindig így előre. Tudom én is egyébként a várost. Srácok, hogy sokkal jobban tolják ezt. Részt, mert jobban vágják már. Tipp, hogy már
Kérek egy ismétlést. Akinek tippje, hogy merre menjünk, vagy ötlete? Nézem a csipogót, kollégák, hogy itt azért a délelőtt folyamán voltak jelzések gépjármű rablásról. Azt kérem, hogy nézzük, hogy ezek egy környékre összpontos útak, vagy pedig így szétszórva a egész kontinensön? Egyik az Jamestownban volt. A másik meg Senora Fee-ben, vagy hogy kell mondani. Jó, azt én sem tudom, hogy ezek hol a faszomba vannak. Jó kérdés, be kéne jelölni, hogy tudnánk. Van. Nézzük meg akkor a kettőt, hogy egyáltalán egy környékön vannak, ami akkor az gyarús lehet, azt átadjuk a nyomozatiaknak, meg hogy jobban figyeljünk azon környékön, mit gondolnak. Jó, jó. Akkor én Jamestown-t bejelölöm, most hivászt elfogadom, és akkor megnézem, hogy merre is van. Elfogadom akkor a másikat. Jó. Ez hol van? Jó, a Jamestown-t akkor ezt? Jamestown-t úgy látom a gettőt. A másik az meg ott kint van, a nyugati autópályán, a Szöndi alatt. Aha, akkor nem egy helyen van. Nem, jó van. Akkor is záradjuk. Igen, igen. Van. Törzsörmester uram, mert mit mond, hova menjünk? Halló? Nem tudom. Ez a jó hely. Gondolkozom, hogy mit lehetne érdemes megnézni. Hova? Következő helyre önvözött akkor. Tíz. Jó kömény vagyok. Jövök a motoromó. Visszatolatok. Akkor jövésre menjön előre, én zárom a sort. Milyen agyatlanok? Én fordultok. Hova megyünk? Möglöpi lesz? Jó, van, szeretem a möglöpiket. Örömester anya rádiózik jó szerintem. Próbál ezt a szélrezzes, ezt gyakorolni kell a srácokkal, mert... Rég a répkett volna lennem, mert nem mindegy. Bassz meg. Így csak nekem fájdul meg a fejem nagyon. Előbb nekem is elfele fájdult a fejem. Nézd, de így. Most is elkezdett fájni. Itt nekem is nagyon. Nálam minden rendben. Érdekes. Az övlekem is annyira nem fáj, de most nagyon fájta, hogy jöttem így önök után. Hova megyünk?
Nem könnyű a rendőrök élete. Egyszer volt? Jó, a kolléga... Ó, azt a rohadt! Kolléga, úgy látom, hogy... Ufó... Nem, itt van, jó van. De, itt vagyok, csak nagyon megfájdult a fejem, nagyon durván. Nekem is, hogy a 20-at pislogtam egy piatra a 80-ról. Vétem, most... minden ebben van? Mi vagyunk, csak... Jó. Ufó dolgok történnek, itten készik szaktál. Értem, mondjuk mi? Én nem értem, miért történnek ilyenek. Jó eszű gyerek vagyok, gyorsan gondolkodok. Elő szokott volni, csak nem értem mi. Hát ilyen nagy pislogásokról írtak kis pislogások. Lepramanó, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ekkora király csávó vagy. Köszi, köszi, köszi. Sziasztok, Lepramanó nézők. Mi a helyzet veletek? Voltunk nálatod, nem voltatok ott. És meg így járőrözgetünk. Nagyon szépen köszönöm, 52, nem olvasom tovább, nár úgy. Ülézést, urak, itt van egy kolléga az úttest közepé. Jó napot, uram, minden rendben van? Vétel pozitív, ahogy néztem, közelebbről egy mentős úrról lesz szó, aki városlakó. Értem, igen, értem. Olyan kéne innen távolítani azért. Az civil helikopter? Hú, srácok, ja, nagyon szépen köszönöm a követést. Szia, Manuka. Maguk hallottak főszállási öngödély kérelmet? Nézzük már meg, hova megy. Nem fogjuk tudni költeni. De az olyan rendes városi szerintem. Ja, az is városi. Az jó van. Uram, menjön már az út és közepéről. Wow. Kérem, hogy menjen el az út és közepéről. Jézus, mit csinál ez? Jézus! De már csak a kolléga! Ez komolyan. Jézusom, meg szólít, hogy hagyja az úttest közepébe, gyanús, hogy mentős egyenruhában van, azt a éreket csinál, azt a rágtámad a kollégára. Hát mit képzelsz magáról? Lehet van, hogy beteg ember volt. Találkoztunk Sandy-nél. Hát... nem vettem észre, mi csak járőrözgettünk. Hello, hello! Aliz... Szép... Szép... Á, szép laki Aliz! Oké, okay, megvan, Mercury Coon, sziasztok, sziasztok! Van, vannak valami, ami nagyon nem oké. Okay. Nem akarna elmenni inne, uram? Utoljára szólítom fő, több okból is, mert jó lenne, ha ő menne innen az útról. Oh. Hát nekem ott fekszik az úton. Nekem is az úton fekszik. Csak jó lenne, ha elhúzza innen. Szerintem ennek gakter van. Hát ő... Jóha. Bocsánat, kolléga, nem akartam szexuálisan inzultálni itt. Jóha, hát akkor majd elmegy innen. Két sergesztere voltam. Ja, basszus. Én csak így járőrözgettem, mondom, hogy az a környéken még nem motoroztam, így kollégával néztük. Ugye Armandóval egyszer beszéltünk, mondta, hogy ott van, mondom, hát akkor nézzük meg, mi van ott. Voltam, hogy ilyen palettóban a fegyverbótnál. Őrmester uram, vegye át akkor az irányítást, kérem. Csak mondja, hogy merre megyünk, mert nem tudtam követni, amit nézünk éppen. Itt el, itt el. Na, volt a lényege, hogy körben mentünk, megnéztük a Kozkobár hátsó részét, a kettes bankot, kékszerpiotot. És azt hiszem, hogy rádióban beszél? Törzsbank, és innen kerülünk vissza a főpublik vele a... Akkor megkétszerre tudszítem, ez igen, a célja. Tök jó. Jó van. Vezesse, akkor kérem a kis Sierránkat. Menjen előre, örömeste. Én zárom a sort. Jók, de elhúzott. Húzott ez ennyire.
előre kéne rádiózni, nem utólag elmondani, mert... Srácok. Meg ugye jön majd az 51-es körzet, hogyha Manukám szok meg, hogy ott lesz rendszeres járőrözés, most nem lesz csak ez a... Ott vagytok, azt nem foglalkozik veletek senki. Bár nem tudom, hogy ti mivel foglalkoztok, csak hogy roncstelep vagytok, nem roncstelepik vagytok, ti lomisok. Úgyhogy bízom benne, hogy jó lesz. Én kicsit másképp tervezünk célúval a rendőr RP-ket. Hát ez a rádiózás nem megy, vagy nem tudom, beszél a rádióba, csak mi nem halljuk. Kekek ezek a lagok? Nem tudom, mitől vannak. De a Ryzen 9 csak kipörgeti. A 3080. Mindegy. Direkt beállítottam, hogy a GTA-nak dedikáltan minden mástól vegye le a netet, csak a GTA-nak adja. Ilyenkor... Kérem a tisztelt állapolgárt, nevezést tette a rendőrség munkáját. Kapott autóval... Szembe jöttél velünk, nem? Már ott az autópálya. Ott hallottam egy hangot, de nem láttam a kocsit. Mert nem is jelzett ez a szar. Várjál? De. Akkor az volt, de ez 11-10. Hoppá, hova mentek? De ott van. Servils Hun. Hello. És te hozott a csettemán. Hogy smint. Készültek a szombati finom olyan védre? Én nem tudom, mit tegyek ma. Elég, ami nagyon tetszett, az a palócleves, amit itt olvastam, meg a kínai. Hát ilyet nagyon nem lehet ebbe a kombóba rendelni. De a rónyás húszt én azt szeretem, de az tényleg az is egy olyan kaj, amit csak olyan helyezek meg, ahol tudom, hogy ki csinálta, mert étteremből például nem rendelnék. Meg nem is, tehát se étterembe, se étteremből. Van. Kövények vagyunk, györökök. Itt a járőrözgetés. Kommunikáció hossza. Jó, nézzük meg a vidéki körzötöket is, ahol az 51-eshez fogunk szolgálni. Palettó, Szöndi, nincs ott valami turpisság? 14-es. Azon is gondolkoztam, hogy egyszer kihallgatásban hallottam egy olyat, hogy valami sínhíd, meg egy autóhíd találkozása alatt van ugye egy alagút, és ott szoktak fegyverekkel üzletelni. Aha, hát nem baj, bele biztos, hogy ezt jól hallotta, de értem. Szerintem az a zöldeknek a bázis is ez. Szóval őzért karra beszéljék meg, hogy ők mit tudnak ezekről. Figyelőből hallottam csak, úgyhogy nem biztos az info, vagy nem tudom. Jó, engedje el! Király Palettó meg Szendi. Mostanában eltűntek a crash-ek, megoldották Máték. Tehát így elvileg valami 5M sebezhetőség hiba volt, amit támadtak, tehát DDoS volt. És a 5M adott ki update, nem tudom pontosan mi történt, én ennyit hallottam. Még crash-ek nem crash-eltem. Nekem ilyen lagjaim vannak. Tehát így nem tudom. Tehát például nem értem, hogy nekem miért van 60 FPS egy Ryzen 9-en. Most tényleg félre ne értsetek, nem az a nagy baj ez, csak hogy nem értem. És néha olyanokat belaggolok. Milyen költő? Ja, Manóna. Suhanás meg a vallat. Csicsácok, jöjjön Jester. Ha tudnám, melyik az a Jester, az kurva sokat segítene. Én annyira hülye vagyok ezekhez. Itt a régi PD-nél úgy belaggolok, hogy ez valami szörnyű. Az előbb hol voltunk? Ott az ékszernél föl jobbra az egyház fele. Ott volt egy ilyen hirtelen, ott
ott például 75 FPS-re leesett 20-ra. Most 64. Szinte nem egy túl jó FPS. Mondjuk azért egy Cyberpunkot ultrán játszok 75 és 100 FPS között. Utcán 75, máshol 100. Na mindegy. Mondtam, Manu, nem mentek rád. Ja, hát ennek 2.20 a vége. Menjünk ki az erősítésre. Pozitív. Na, menjél már innen. Már ha nem halok meg, amíg oda jutok. És most kijöttem abból a zónából, és már is le... Fordulj be elém, bazd meg! Azd meg, hát... Na, ezt nem értem. Már rég nyomta a féket. Közben több illetgyűzetem szarja volt. Akár volna fölmenni, mindegy. Ura, nem tudom, merre vagyok. Na jó, így jó. Szóval, hogyha vezetek, vagy térképet nézek, akkor hogy mindig így benézem a dolgokat. Ezt még szoknom kell nagyon. Pixiára kollega Máron a Dondártáborúkra. Vegyek én is nyugalom. Kerülő úton. Nem tudom miért. Ne kérdezzék. Na ez például... Jézus. Ez is biztos, hogy... Ütögészséget. Jó napot. Mi történt itt? Mi a tényálladék, kérem szépen? Jó napot, uram. Maga dolgozik? Én dolgozom-e? Aha. Hát, gondolom igen. De nem értem a kérdést, de... Ja. Ha nem magát láttam el tegnap előtt? Tegnap előtt csütörtökön 99%-on nem, mert éppen vidéken voltam. Akkor nem magát, akkor... Ja, várjon, bocsánat, összekevertem, a Sheldont láttam. Értem. Hello. Hello. Zavarjuk. Majd... Menjük arrébb, mert itt... Jó, oké. Okay. Várjuk meg, amíg megtudjuk, hogy mi van, aztán fölöldjük a lezárást, aztán megyünk tovább. Ja. Ideiglenesen azért raktuk le a lezárást, mivel a helikopter leszállt. Tisztában vagyok vele. Csak látja, hogy leszálltak más dolgok is, azért mondtam, hogy várjuk meg, hogy mi lesz itt. Pozitív. Jó, de úgy látom, hogy megoldódott. Szia, Miriam. Jó, szóval mi történt itt? Hogy sikerült balesetőzni az úrnak? Ez a sziklafalla. Csak megkötözöm a fejét. Nem a falla. Neki jött között egy ős lakosnak. Ja, értem. Ja, agyatlan. Kár ezért a szép gépjárművé. Hát elég kár, igen. Nem, mert akkor bekötözöm, kicsit túlhúzom a fásrét, és akkor... Ez a Miriam drága, ajtókkal vigyázó. Bevágom a fásrét, és akkor összekötözöm. BMW-t? Ilyen motort? Nem. Rendben. Faszon. Hogy érzi magát? Jó, hát, köszönöm. Hát úgy érzem, megmaradok. Az a lényeg biztos, hogy jól érzi magát. Ügyi. Joel Johnson. Nos, uram, társadalom biztosítása van. Persze, mutatom is. Várjál, hogy a kesztyűt altokba ki tudom nyitni. Na, ez egy jó kérdés. Ez ha elmennék Mexikóba, Spanyolországba. Meg is van, tessék.
Azt hittem, hogy el akar menekülni. Tudom, egy pillanatot kérek, csak kibontom magának. Rendben. Jól látok fénynyomokat. Milyen koszos a karakterem kabátja? Ez a, mellé. Köszönöm szépen. Akkor pihengessem majd, uram. Rendben, rendben. És akkor a biztos urak meg tudják kérdezni a balesetről pontosabban. Meg kicsit menjenek majd hátrébe, amíg felszállok, nehogy véletlenül meginduljon a helikopter. Jó, köszönjük, hogy itt volt. Uram! Én köszönöm, hogy kiérkeztek. Szeretne ismeretlen személy ellen feljelentést tenni baleset okozás ürügyén. További szép napot. Szép napot. Nem szeretnék. Jó van. Hát akkor további szép napot, vigyázzon magára. Ezzel a szép autóra. Jó van. Szép napot. Eseménymentes szolgálatot. Köszönjük. Tartok tőle, nem lesz az, hogy már látom, egy piroskánk van. Még már vagyunk hárman. Mi van velem? Hudson. Na, teljesít. Benyilvánítom a erősítést. 10-4. Aki megy elő? Menjen elő. Ön, aki vezetett eddig, ezt a nézzük meg Paletto, Szöndi, meg ezek, aztán vissza a város. Járjuk körbe a környéket, a teljes kontinenst fedjük le. Törzsőrmester, utána őrmester, aztán én. Már bocsánat, törzszászlós. Jó, akkor menjünk arra. Örülök itt a dolgok. Erős srácok! Pilogó szerintem nem kő kolléga. Ők zavarja az agyatlanokat. Olyan bejön, hogy a motoron észrevenne, ha megy. Azért szóltam, hátulról láttam. Egy szó nem a segélyt néztem. Bejöttem, jó van. Meg ne sértődjön. Őkre vonzódom. Vonzódom. Miközben mindegy. Jó, olyan... darabos. Erre nem tetszik. És nem értem miért. Hát én ezt a szieráztatást újra fogom szerintem vizsgáztatni a srácokkal. Jó megy ez a BF! Mennyi annak a BF-nek a vége? 180 körül van. 10-4. Remben van, 2-18 a vége. De nagyon... összejön minden. Ja, hát gondolom. Na, manókám, most kérem pillanatot, hogy legyen kitűzözni. Eddig a legnagyobb akciónk az, ez a baleset volt meg, hogy főpubliknál dugó van. Csak hogy bemegye valami olyan terepútról, nem tudom menni, BMW-vel is rá kell szólnom, hogy ne legyen már ilyen önző, hogy csak ő akar járőrözni. Igen, minket is játszani.
Itt teszteltük a kocsikat, egyébként a rendőrautókat, és az volt, hogy maxi sebesség ennél a pontnál, statufék, ennél a pontnál is hol áll meg. Elmúlt a köd. Na, itt talán jobb lesz. Ő volt az a kurva köd, hál' Istennek. Végre mi? 10-9-et kérök erre. Végre mi? Igen. Jöttek egy gófotóval, beszarom. Maradta. Mert itt is vannak ilyen szokatások. Ja, I am the Dark Gamer. Hello, 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 hello. Na igen, hát ezt nekünk is kéne gyakorolni, mert alapszabály ugye, hogy Magyarországon kis évbe fordulunk balra. A kolléga így megy tovább, és így nagy évbe fordul rá. Ami oké, csak én arra szerintem, hogy valamiért tovább megy. Tehát én értem, hogy hol van, ahova megyünk. Látom én is. Csak ezek olyan apró dolgok, amik egy üldözésnél, ilyen meg nem értésből. Csak ugye nagyon nehéz, hogy mikor mit gyakoroljunk, meg hogyan, mert korlátozott az időnk, nagyon keménye. Ugye az illegál, akkor hisztizik, és valami szinte jogosan, hogy most ezt nem lehet, azt nem lehet. Tehát szerintem van annyi dolgok, hogy egyébként el lehet RP-zni, meg nem csak a bankrablás van, mint RP. Mindegy, ez gyakorolni kell. Tehát most mióta én srácok? Fél órája ebbe a felállásba? És ha én nem szólok meg a rádión, akkor húsba így megyünk egymás után. Azt se tudjuk hova. 39 FPS, 66, mi a fasz? Mind köd van? Miért nem használjuk a betört és az IQ-ből ne legyen köd? Ez őrült, hogy köd van, mert ugye a legtöbb játékban a köd az grafikajavító. De itt meg külön renderelget, mert mit tudom én. Jó kis jelen. De az nem ideális ív. Az ideális ív az nem az, hogy te nagy ívbe kell gyarodsz, hanem az kis ívbe megkezdve kiengeded a legtöbb eset. Most nincs itt 900 fokos kanyar, mert az ideális ívnél az a lényeg, hogy legjobban rá tudsz gyorsítani. De üldözés ezt nem fog tudni megtenni. Most itt lesz egy 90 fokos kanyar jobbra. Tehát nem innen jövök és fordulok ki, szóval úgy, ahogy most csinálta, hanem így. És maximum kiengedem, amennyire lehet, hogy minél előbb tudja gyorsítani. Csív jobbra. Jobbra biztos, hogy kisív. Lehet, hogy igazad, lehet, hogy én vagyok a hülye. Nem, neked van igazad. Nem bíztam volna, hogy most aggolunk egyet. Hova? Hova? Húzzad rá. A leglogikusabb mozdulat volt, az meg NPC. Ezt az FPS-t elvárnám.
Vagy valamelyiknek nagyon szar a szeme, mert ugye ez a másik, hogy be van állítva ez a csoda, hogy a akinek gyenge a szeme, azoknak ne jelenje meg autó, aki meg erős, annak meg megjelenik, és akkor mindig összehet. Én folyamatosan, hogy régiképpen folyamatosan baleseteztem, a jobb szemével ültünk együtt, mert nekem nem jelent meg, neki igen. Mert belementem a semmibe, és bem. Fegyverbót. Egyszer kérem. Fegyverbót. Nézzük meg, mi van ott. Tízni. Jó, mert kokosok is bejöttünk volna. Szép az a motornak, az nagyon tetszik. Fehérbe mégszem. Időt, egészséget! Üdvözlöm, Miska! Ha itt van üdvözlető? Ehet kell megnyomni. 198-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 
semmit. Ön válaszol, nem köszön. Az nem jó. Azt hittem, hogy itt van, te vagy itt valaki. Vannak ott. Nem régiben adtak fel hirdetést. Én is azt nézem a telefonom, hogy volt hirdetés. Azok magok díszek, de rossz. Igen, de lassan lehetséges, hogy a városban lesznek fegyverek. Nagy kaliber fegyverek. Erről már hallottam egy hónapja, azt hiszem, hogy... 74-808. Jó, az urat örömbőszi fő. Legjobb dolog. Megkértetik, aztán nincsenek itt. Nem értem, milyen üzletpolitikát folytatnak itt. Itt egy dolguk. Gondoltam, elkezdjük itt akkor bemutatkozást. Tudják meg, hogy érkezik majd ide rendőrség, hogy biztonságban lösznek. Bár mondjuk egy fegyverboltban lehet, hogy annyira nem aggódnak az életükért. Hát igen. Igen, de mondjuk én szívesen bekirabolok egy fegyverboltot ennyi fegyverről, mint mondjuk egy, nem tudom, kis közértőt, ahova mondjuk tej meg könnyér, meg 500 csurint. Nézzek abban. De szerintem a pult alatt azért a körétes azért botlapul. Tételezem, igen. Meg is nézem. Ha, ott van egy sörétös. Jó, van, menj nyugodtan. Hol kell legyen? Olyan videked, hogy megnéz. Ha már fegyverboltban dolgozik, akkor csak tudja használni. Jó van, jó van. Nézzük meg a kóházat. Majd biztos megvan, csak hogy nem kell önök is segítségre, tudják, hogy tudnak örülsítést kérni. Sőt, igazad van, balra nagy évbe kell fordulni, és pont ez az, hogy kis évbe fordul sok hülye. Nem nagy évbe, tök igazad van, ilyenre.
Hova? Ja vagyok. Kurvára merre van a kóház? Miért aggódsz ennyire jó ember? Mihez szomjas vagyok? Kint meg fogok itt állni, és utána jövök egy pillanat, jó? Rendben van. Álljál meg egy pillanatra. Nem van itt ön senki. Nem nagyon van itt ön senki. Hétágymentő autó. Tapja, köszönöm. Látom, mindenki ilyen gondolkodott kövény át, ez kurva jó. Megcsinálom ezt a szart, hogy mi esik mindig szét. Pedig ezt átcseréltem. Erre itt tudok kérni ilyeneket, hogy szerelő... Majd volnék. Tessék? Mondom, itt volnék. Jóha, de nem volt senki. Nem volt benne senki. Már gondoltam, hogy beszélgetünk, mert mondjuk, hogy itt vagyunk, mert dolgok. Mert jön ide rendőrség, mert mindent tudjanak róla. Hát, nincs kívül beszélni. Azt a mentőutóknak hogy vagy itt állként? Nem tudom, nem vagyok nyomozó. Áres vagyok, áres vagyok. Lehet elbújt a mentőség. Elbújócskázik. Hát én nem fogom körösni, úgyhogy akkor szaruljál. Hát igen, igen. Ha itt van a mentőség. Jó, sőt meg. Körültökészséget. Körültökészséget. Önézést bögtenni azért, hogy nem, ja, hogy tovább megy a kollégája, jó van. Megmutatom, Sobri József, dandártábornok vagyok. 99 körzetnél dolgozom jelenleg, de lassan meg fog nyílni az 51-es körzet, ami a helyi kirendeltségünk lesz, és annak leszek az égvezető. Ezt gondoltam, hogy jövök ismerködni itt a helyiekkel. Hogy vannak, mint vannak, mit tapasztalnak? Üdvözlöm, uraim! Eléggé pörgös itt a vidék az élet. Na. Úgyhogy örülök annak, azt itt mondta a 6000 embernek, hogy ez a következő karakterem neve. Értő, maga francia származású? Így nézem a kitűzőjét, azt úgy látom, hogy ez ilyen franciás név. Igen, Jean-Pierre Dubois. Dubois, ó, nagyon szép név. Van egy ismerős, hogy Jean-Pierre Papin, pszichológus, nem ismeri? Ó, de van pár francia így a városban. Ó. Értem, nem gondoltam volna. Mi ügyön nem találkoztam önön kívül? Hát, önöknél is van. Nálunk. Ki van nálunk francia kolléga, tudja? Hát a nullánál van francia. De hogy hívják? Én tudom, hogy ő francia. Hát, van C-vel kezdődik a neve, nem ugrik be a neve, de hogy francia. Igen, van nálunk francia kolléga úrak. Hát én nem tudok róla, nem tudom. Nem tudunk róla. És se tudtam róla. Tudom, hogy vezetőbeosztásban van. Carlisianre gondoltam. Igen, Carlisian, igen, ő francia. Hát ha ő francia ez a névvel, akkor én vagyok a... Jóisten. Kékeres faszam.
Nekem azt mondta, hogy francia. Igen, hát megkérdezem Tomótól. Akkor tudták ezt, hogy francia? Pöse vallotta. Pöse vallotta. Negatív, nem tudtunk. Itt gólya, szégyeli. Hát ez érdekes. Úgy gondolja, hogy nyomásban élnek a franciák ebben a városban? Hát ő... nagyon szeretik a franciák. Hát a franciázást, azt mindenki szereti, de a franciákat. Hát a franciázást gondol. Jó van. Uram, szerintem vegyem be egy negrót, még kicsit a hangja. Kurva rakad. Na most? Tökéletes. Hova? Hát nem akarjuk feltartani itt a munkába, csak gondoltam, szólok, hogy akkor számítsanak rá, hogy lesz itt rendvédelem, meg biztonság, meg dolgok. Mondom, mondom a kollégának, hogy ő... Tessék? Mondom, ma kollégük is örül. Még egy negrót én tanácsolom. Én is. Körülbelül minden másik szavát értem. Hát majd a kollégáinak mondani fogja. Valami mondani fog. Jaj, az ő kollégája, azt hittem mondjam a kollégáimnak. Jó van, akkor már értem. Igen, igen, valaki megértem. Nem tudtam, mit kell mondani, ezzel mondom, meghallgattál a mondat végét, de azt nem értettem már. Legalább akkor valaki foglalkozik a bohóca. Mi se értjük. Ja tényleg, hallották, hogy itt egy bohóc ólálkodik? Bohóc? Igen, vagy ilyen panszexuális, azt ott mondják. Mi az a lélekbeszerelmes vagy? Nem, pánsipokat dug. Meg a pélóját pörgeti. Az jó, jól akarzik. Sok lyuk, az gondolom méretről méretre halad. Valamikor szűkebb kell, valamikor nagyobb, éppen milyen kedve van. Nem ismerem, csak hallottam a legendáját. Azután nyomozunk. Hát én ilyet... De hogyha látom ezt a bohóc urat, akkor feltétlen szólok önök. Hát mindenféleképpen meneküljön, mert még véletlenül meg lesz szexuálisan erőszakóva, az meg nem kellemes, jó, hogyha nincs belőgyőzés. Bár még mindig erőszak, ha nincs belőgyőzés. Sose kellemes. Hát igen, igen. Tudok, hogyha megerőszakolják az ember. Hát, mondjuk nem tudom, biztos, aki azt szereti. Vannak ilyen bötökök is. Jóha, nem tartjuk fel a doktor urat, szolgálja a népet, meg gyógyítson sokat. Örülök, hogy találkoztunk, vigyázzon magára. Én is a kollégák, akkor menjünk. Önbe is. Miért mondta azt, hogy overall? Nincs is rajtunk overall. Hát ő... nem tudom. Fura ez az ember, ez az ember. Ilyeneket mondogat, hogy overall. Biztos, hát valami biztos. Francia szokás, tudja. Francia szokás? Mi ők overába dolgoznak a rendőrök? Lehet. Lehet. Nem voltam én francia rendőr. Jó, ez a maga motorja, csak előrizte, hogy tudja-e. Ja. Sötöltöm a kranok, de francia. Tehát is hiányzom. Hiányzom, szarvas! Négy, mekkora? Nagy, lelőném szívősen és megsütném a bédre. Csebbelé a szarvas pörkültet, meg szarvas sütet. Barra mártása is. Mi az? Ú, de éhes lettem, bassza meg. Több szmagélyek lesznek este. Önézés, BFS kolléga, nem figyeltem a sebességkor, látod, hogy ma nem bírja a 200-at. Semmi gond. Ilyen BFS, menj előre, ő adja meg a sebességet, mert mi gyorsabbak vagyunk. 14. 14-re.
Ah, én nem értem, miért dőlök mindig előre, amikor olyan kényelmes ez a fejpárnak. Nem ráúztam. Hoppá, megyünk, hogy jövőek. Helyzetérzés nélkül. Hol tartja már a BF? Nem közeledek hozzá kétszer. Milyen fordulsz? Ez a kolléga, idiót az úton. Titi. Megvan, megvan. Egyszerűs lettem, jó kis szarvaspöré, szarvassült, vörös barna mártása, hozzá kenyérgombóc. Hol van kollégák, én viszök 99-re adom a szolgálatot, majd jövök később vissza, ökkel intézze pár dolgot, addig folytassák a járőrözést. Ha gondolják Sierrába, ha gondolják képjármű. Hopp, épszak borod, akkor nem adom le. Király! Nem akadna a szemem. Elnézést, én nem adtam le időbe a szolgálatot. Probléma? Más motorrádió. Tösség? Itt Fury kolléga motorrádió, aki a 99-es kapitánsága volt. És ő eddig hol volt? Ki tud írni egyszerbb otra kolléga, aki most csatlakozott? Nézd, mi motorokkal vagyunk, hozzon kérem egy személygépjárművet. Egyedül fogunk valószínűleg üldözni, úgyhogy egy motor, egy autó, négy autót látok, három autót látok itt, egy Porsche-t, egy X6-os BMW-t talán, valami sportautó, nagyon sötét, meg egy botót. Közjék meg kérem szépen a helyszín lezárását, meg szöges drót, útakadály, ami van. Szöges drogot? Szöges drogó, az is jó. Egy kis drog jó esne. Javaslom a váltás, mert úgy láttam, ez egy sportmotó. Ez el fogja tudni üdőzni. Rendben, köszönöm. Hát be már nincsen nálam szöges. Nálam van egy, akkor azt lerakom. Motorokat annyira nem tudom szöges. 3-10-19-00-as kutánság járműváltás célján. Van. Egy összehajtogathatós táblám, azt is kiveszem. Ja, barkázó gondol. Még közel nem tudok állni a csomagtartóhoz, csezd meg. Jaj, van súlya. Van, mi jó ilyen összehajtogathatós. És
Obré József dandártábornok akcióparancsnoknak jelentkezik, kell egy túsztárgyaló is majd. Jó, egy tábla volt magának kolléga, jöjjön vissza. Lincoln 8, 9986 és 14. Nincs arra kegyet, kolléga. Tessék? Az egyenben is van egy, azt is vegyek ki. Jó. A túloldalon nincsen senki, kolva jó. Áj, hol van ennek a csomagtartója? Más. És az köröstöm. Hova álljak közelebb? Álljak rá a motorjára, uram? Szerintem álljon arrébb a motor, milyen arrébb állok. Jászjára 00343, 1044 ékszer volt. 14. Most talán jó lesz. Ó, nagyon jó. Látom, itt van, jó van, kiveszem akkor. Mi a félfronton vagyunk, valaki álljon kérem szépen a hátsó oldalra. 14, ebben az esetben hátul állok meg. 14, köszönöm. Tudod ezt, hogy fő megoldan? Eltehetnénk oda előrébb, nem? Micsodát? Szögest. Lehet kicsit előrébb rakhatnánk. Jó, az ott is főszedetik. Akkor jó. Üdvözlöm, kolléga úr! Előtegítséget, elnézést, én nem adtam rá időben. Mindörödbe, tökéletes így. Vállalja, mi a faszomat, a beszélgetőse, tárgyaló tisztet? Vállalom. Túsztárgyaló, megvan. Jó van, akkor maga a túsztárgyaló. A javaslatom a kesztyűtartóba pakol. Ne, kesztyűtartó. A kesztyűtartó. Hát ez a baj, teli van. Hát akkor, Istenem, pedig akkor gyorsabban tudunk reagálni. Jó van, pakoljon a vagondó. Általában nem is szoktam lepakolni. Úgy is szokott semmilyent... Kírom a kiírás. Ja igen, azt akartam kérni. Köszönöm. Akkor vállalja a kiírás kezelőt. Jó van, akkor indulhatunk befele? Indulhatunk. Túsztárgyalóval befele indulunk, fedezem. Pontosítom, egy Audi SAV elit, egy Porsche SAV, faszom se tudja, valami izomautó, meg egy ilyen városi szupersportmotor. Tessék? Kopogás, kopogok már! Hővétel, itt Johnson Hudson főtörzsörmester, szeretném figyelembe ajánlani a kollégáknak, hogy a csipogót fogadjuk el. Ó, igazán. 11. Elindulj egy másik be az. Kollega, nem látta valamennyi szembe, hogy mennyien vannak bent? Soka. Jó, soka. Esélytelenek vagyunk. Motorost lehet tudjuk kapni, meg a sportautósat. Akcióparancsnok, amikor kijönnek a bent lévők, a motorra és a sportautóra fogunk rámenni. A két szávot nem fogjuk tudni követni, illetve fogjuk tudni követni, de abban sokan tudnak beszállni, ott attól tartok erőfölénybe lösznek. Szia Csonti, hello! Ó, de csatlakozna még egy pár kollega. Igen, de egy... Ja, bocsánat, igen, de ennyien vagyunk állományban, úgyhogy nehéz megkérni őket, hogy csatlakozzanak, ha nincsenek a városban, meg vidéken nyaralgattak, meg lúgatják a faszukat. Ez azért volt, hát azért volt, hogy jöjjönnek a repülővel most már vissza, jó lenne. Jó, hát ez nem mindenki úgy hoztja be az idejét, ahogy azt a vezetőjével megbeszélt. Hát ha éppen szabadságot tűtik, szabadságot tűtik. Hát pontosan, az igaz. Úgy vállalnám. Én nem, azért attól függ, hogy milyen cél lepre van. Ember este annyian lesz, mint a cigányok, hogy szokták mondani. De ebből, te ezt megélhetésszerűen csinálod, akkor vállalnád. Ha, mármint hát nyilván attól függ, hogy milyen RP szerver, kik játszanak ott, milyen minőség, mert ugye azért az sem mindegy, hogy hol vagy. Ha 1000 forintos óra bér, azért valljuk be, az nem rossz. Viszont én hobbiból játszom, tehát én itt nagyon jó el vagyok Csudapesten, a lagokat leszámítva, mit tudom én, általában én 80 FPS-en van, aztán néha leesik 40-re.
behatoló a lőzárt területre kérem ellenőrizze, kolléga lent. Szóval erősítéskő. Ott oldalt alakítottál, megnézem, hogy városi-e vagy sem. Túsztárgyalót érdeklődök, minden rendben van, mert nem hallok semmi a rádióforgalmat. Pozitív, minden rendben. Két darab túsz van bent. Értem. És az elkövetők aránya a túszokhoz képest? Jó tetted, Manó. Nagyon jó tetted. Hát figyelj, nekem az az alapszabályom, amihez... Tehát ha bármi, amit csinálok, és ilyen rossz előérzet, mi döntési fázisban, hogy ezt nem kéne, valami, nem is gondolom tovább, mert biztos, hogy van valami, városi, amire nem gondoltam. Hallotta, hány túsz van bönt? Nem hallottam. Kérem, említsen már meg, hány túsz van bönt, egy random számot, hogy hatos embert hívom, vagy valami. Már nem túsz, elnézést, elkövető. Nem értem, mi történik. Én sem. Maga hallott a rádió öngöm, ugye? Akcióparancsok túsztárgyalónak. Hallgatom. Hány elkövető van bönt? 6. Köszönöm. Ó, akkor 6 elkövető van, 2-2 szábő, 1-1 szúvba, 1 a sportra, 1 a motorra. Úgyhogy ez lesz a követés. Majd nem biztos, hogy elviszik az összeset. Összes mit? Kocsit, motort, stb. Az is lehet. Jöjjelepre van, szerintem olyan kíváncsi volt. Tehát meglátják, mennyien vagyunk, megtudják a London, akkor már... Ja, persze, hallgass meg, de mit tudom, kikeltszek az a szerve... Másodperc, fél perc is itt vagyok, csak elnézelődök. Rendben. Na, tehát hallgass meg, még akár nézd is meg, de az elköteleződési rész, ami akkor jön, hogy na most akkor igen vagy nem, és ott ugyanezt érzed még mindig, akkor mondasz, hogy lófasz, de úgy látod, hogy te meghoztad a döntést, úgyhogy ez van. Ben, ez új fajta módszer lesz, vagy régi fajta? Új fajta, maga tárgya, aztán ha valami olyan, hogy nem akar megegyezni, akkor kiszól, hogy én hogy bírálom fölül vagy alul, jó van? Rendben. Akkor meg is van. Igazából két túszuk van, és ezért a két túszért azt szeretnék, hogy szabad út legyen, illetve majd egy sziréna szó három dudára induljunk. A szabad út fogalmát pontosítsuk egy kicsit. Mit értek szabad út alatt? Pillanatos jövök fejbe. Azt szeretnék kérni, hogy itt a virágos, mi ez, bokornál álljunk arrébb. Egy sávot felszabadítok, két túszé. Rendben az. És illetve sziréna szó három dudára indulunk. Értem, de azért nyugtázza, hogy egy sávot kapnak, csak szabadnak. Rendben, ezt látodom meg. 14. A kérdésem az, hogy miért kijön a két túsz, vizsgálja át őket önbent, és csak úgy jöhetnek ki. Rendben. Belemben neki. Jó van. Melyik oldalt szabadítsuk föl? Bal vagy jobb? Ahol a BMW személygépjármű, vagy ahol a motor áll, így kérdezze meg. Már is. Hú, átbaszom őket. Szervin, szerintem itt csépé még nincs olyan, mint Nightfall-on, hogy a Nightfall-on streamelsz hirtelen, tehát vagyis látszak, itt ismerek, ő csépén kezdte, régi streamer, de azt elkezdett RPG-zni, csépén ilyen 6-a 7-en nézték. Ezen bal oldalt szeretnék, kifele menet, bal oldalt. Tehát ahol a motor áll, jó van, akkor elkezdjük elkészíteni a bal oldalt. No. Jó van, vegye föl a út akadályt, meg álljon arra, hogy kérem a motóval. Jó.
azt ne... Kolléga, mit csinál? Azt miért veszi fő? Ki mondta, hogy azt vegye fő? Erről az oldalról egyedül. Azt rakja már vissza. Akkor az visszahajtogatom. Óha. No, ez orvosolva van. Tökéletes volt. Ami történt? Mi a bal oldalt felszabadítottuk, úgyhogy ha átnézte, jöhettek a túlszok. Meghallgatni mindent meg kell, gyerekek? Srácok, aki nem hallgat meg egy ajánlatot, az saját sorsának a rontója. Nem az, hogy meghallgatok valamit. Most mondok egy példát. Csütörtökön egy olyan billentyűzet, amelyek nagyon tetszik, fönt volt tök jó áron Facebook Marketen, egy 50 ezeres billentyű 25 ezerért, úgyhogy még van rajta másfél év garancia. Úgy mondtam, hogy elmegyek megnézni. Srácok, beszéltem, patik, oké. Megérkeztem, akkora piszok volt a lakásban minden, egy tök jó környék volt egyébként, az nem büdös, jó, mindegy, levette a dobozt, azt, amíg, amíg a billentyűzetet rárakta a gépre, konfigurálta, addig én letisztítottam a dobozt, az volt egy 10 perc. Annyira poros volt. Mert így, nézzük a billentyűt, tök jó néz ki minden. Mit lát kolléga, bőszéljen már komolyan, mert mindenki elkezd bózogni, de nem tudom, mi történik. Semmi, semmi, csak nézelődök, így jobban látok, jobban fókuszálok. Legközelebb olyan csöbben, hogy éles fegyvört célra tart. Jó, nem jó. Tudom, miért csinálja, azt hiszem, hogy valaki itt van. Dehogy is, nem. Így szoktam fókuszálni, jobban látok, jobban... Értöttöm, figyelek, jölözzöm. Jó, jó. Így mekkora pityókáján az. Néztem a billentyűzetet. Igen, vezetői nagy faszú vagyok már, úgyhogy nekem egy nagy faszú hosszabbítója. És amit nem csináltam meg. De ekkora. Bankot átviszi. Hát nem sajnos. Vétel, lehetséges, hogy van egy külső megfigyelőjük. Tízdégy. Sajnos kevesen vagyunk, hogy nem tudunk elszóródni. Mindegy, és elkezdtük nézni. Információt kaphatunk, hogy milyen színű ruházatban vannak az elkövetők. Én sárgát láttam, amikor bekísértem a túsztárgyaló urat, egy pozitívot vagy negatívot mondjon. 19-et kérhetek? Ruházat színe sárga? Pozitív vagy negatív? Pozitív. Akkor érkezünk itt fele. Tűző, fogadjuk. Őső megfélőt nem láttuk. Motor van. Motoros van. Értem, motorokat követjük elsősorban, meg a sportautót. Két motoros, illetve aki a déli járatnál van, ő is jöjjön majd előre minél gyorsabban. Most kerülje meg az épületet. Akkor én megyek a motorra, uram. Tűző, így. Ők ketten mennek a motorra, én megyek a BMW személygépjárműve. Köszönöm. Túsztárgyaló maga indít majd. Mész majd elő? Készülöm. Jó. Akkor ezt igénynek veszem, akkor indítom az üldözést.
akkor senki nem ült. Akkor követjük a lamp, ezt a sárga autót, nem motoron nem ült senki. Jöjjük a BMW után. Mennék a BMW után, de jó. Megmenezett a sárga autó, de megy tovább. Jó, kezeket fő. De ez mi a geci volt? Kezeket fő. Sajnám, ez van. Van még valaki a gépjárműbe? Igen, de lehet rosszul van, nem látszik. Értem, jó. Kezdje meg az úrnak az átvizsgálását, fegyvert, vagy milyen sokkolót tartok rá. Kurva nagy lag volt, itt valamiért akkor átlag van. Van nálam fegyver, van nálam. Kis azt mondta, hogy se föl a kezeit. Hoppá. Én elhiszem a gálnakra, hogy tegyem föl a kezét, de amikor ömlik belőlem a vér, hogy a kurva anyámba rakjam föl a kezemet. Jó van. És most van így karambolunk. Jó van. Valamikor van, normálisabb, köszönöm szépen. Bocsánat. És ugyanúgy itt vagyok, mint ő. Értem a szituációt. Maradjunk. Más hittem. Elnézést. Mind örönbe. Jó van. Feküdj le a földre, hívok mentőt. Nézzen át nyugodtan. Nem kimentő. Nézzen át, uram, nyugodtan. Jó van, Sobri József Dandár tábornok vagyok, jövő szem 84, megöngedi a kisasszony, ja nem tudom átvizsgálni a kisasszony, úgyhogy mindenféleképpen szükség lesz egy mentőre. Csába ezt a fasságot, hogy nem tudom átnézni a ruházatát. Átnézem én, hogyha a kisasszony belődjözik, hogy ez nem zavarja őt, hogy egy férfi nézi át a ruházatát. Nem zavar, csak nyugodtan. Nagyon szépen köszönöm az együttműködést. Ugyan nincs mit, csak túlja nyugodtan. Sajnálom szegényeket, de most milyen fasz csinálja? Húha, ezt majd le kell jelenteni. A kisasszonynál találok éles lőszert, baseballtűt, a helyszín... Szeretek baseballozni a kutyámmal. Megértem, jó sport. Zárfeltörő, gondolom a kutyájába szeret zárakat főtörni, hoppipó. A helyszín, feltételezhető a helyszínről eltávolított ékszereket. Hova? Ezeket akkor lefoglalom a törvény növébe. Úgy legyen. Oké. Ez milyen szar. Motorba tudok pakolni? 14. A rádióból kiveszem az ölömöket. Ezek a fekete szarok, ezek ruhák? Ezeket visszarakom. Nézd, és ezt nem vettem el. Én tudom, hogy nem veszünk már elég ki elemeket. Dannáltal vagyok. Tösség? Én úgy tudom, hogy már nem veszünk ki elemeket. Ja, értem, akkor nem vettem ki az elemeket. Hazudtam, viccőtöm. Az egészet veszünk el. Uh-huh. Valami picit dolgoznak, mert tíz napig sírnom kell, és meditálnák. Jó, átnéztem a ruházatát, akkor mindent eltávolítottam öntő. Mehetek a kocsiba? Meditálnom kéne? Üljön be a BMW gépjárműve, így van, de előtte rakok őre egy pilincset. Rakj. Nyugodtan, megelkedem. Na. Rakják, hogyha úgy akarnál kezem is. Miért Libi nincs a gyorsítható? Lőfegyvert tegyel. Biztos, lőfegyvert ő vettem. Ihatunk. Pozitív, ihat. Jó, jé, assza meg. Nem lőfegyver, sokkoló. Sokkoló, bocsánat. Ó, kis az cönk. Sérem, fogottunk én. De hát miért nem így volt? Hát hagytam időt, látta. Jó, akkor leveszem. Nem kell, meditálom kell, nagyon sürgősen. Jó, van, meditáljon. Bocsánat. És azt mondom, kinyitom az ajtót és beütöttem a gépjárműbe. Ezt a gépjárművet arrébb tolom. Miért nem tolod arrébb? Ha nem tolom arrébb. Ő lezárták. Doktori kolléga, hogy lefoglalja ezt a gépjárművet? Bezárták, úgyhogy nem tudtuk átvizsgálni, vagy törjük föl. Bezárták. Akkor fel is töröm. Jó van. Hozok egy hegesztőt.
többi egységre jelentést kérök. Ikea-nál tartunk a sárga Cayenne-nel, vagy mivel itt a mögött vagyunk. Jó, mi a sportgépjárművet elkaptuk, két elkövető volt benne. Be kell szállítanunk őket a 0-0-ra, mivel kövesen vagyunk. Ha erősítés kell, szóljanak, gyorsítjuk az eljárás maximum. Mit kitalálnak? Szerintem már nem sokáig menekülnek, mert is falnak csapódtak, autónak csapódtak, szalagkorlátnak csapódtak, stb. És nem álltak még. 10-4, ha úgy van, akkor az idegen rendőrzetnek szóljanak, küldjenek erősítést, repülős egységöket. Jó, szuper, akkor lefoglalom a lépenőt. Jóval, csak toljuk arrébb, hogy ne itt az út közepén álljon. Hát akkor lehet, hogy háttérkönyebb, nem? Ami nem hülye ötlet. Foglalják le jogtalanul, mint a múltkor. Ez nem jogtalan. És értem, hogy mi a jogtalan. Jó lesz itt. Kéletös. De baj, ilyen kevesen vagyunk. Elütötte a kollégát. 10-4. Mi a fasz csinálja? Hol van? Pozitív, menjen! És megpróbált elütni. A kollega önfelé tart vissza az autó. Jóval, most mondanám, hogy engedélyben a lövéset, amivel egyedül van így, szerintem sok mindent nem tud csinálni. Kövesse le őket, ha balesetezik, akkor se tud mit csinálni. Jöjjön, adja ott az egységet, jöjjön vissza a kollégához erősíteni. Akkor folytassam az üldözést, kollégám, vagy visszamenjek ezt? Menjen vissza, ne folytass az üldözést. Na, így visszamegyek akkor. Amúgy a utolsó észlelésük, akkor a vasút állomás. 10-4, ezt majd jegyezzék meg, azt beírjuk a jegyzőkönyvekbe. Ez a szar, amikor kevesen vagy, nem nagyon tud mit csinálni. Nem volt olyan hét, hogy 4 megkeresést kaptam. Jó, hát igen, te már azért jó név vagy az RP világban, nagyon lepromanó. Azért követőbázis is megvan. Rendben, menjön előre, én követöm. Szerintem 99-ben mind a kettő 99-osok vagyunk. Elfogó egység, 99-es őrzetre szállítja a két elkövetőt kihallgatás technológiai célokból. A balesetező kollégáktól meg kérek helyzetjelentést. Vagyunk a keletin a vasútállomás után, várjuk gondolom a mentőt. Üzvégy. Készüljenek rá, hogy oda menjenek önökhöz illegális egyének túlszfogási célokból, úgyhogy legyen önöknél éles lőfegyver ez a kérésem, és nagyon figyeljenek. Akár mellettünk a Porsche Cayenne a sárga, visszafordul felénk. 10-4, fegyvert rá. Abban a pillanatban, hogy gázban pánikom, indulok. Üzet nyitottak ránk a gépjárműből. Már is fordulok, kérek egy pánikombot. Elindult őket, és indulok én is. Paletó irányába. Faszon. Kitarálom őket. Lehetséges, hogy az egyik elkövető fejlövést kapott. 11. Oké, hát az elsődleges. Faszom, komolyan mondom. Látják, hogy kurva kevesen vagyunk. Most miért nem lehet elengedni? Értem, hogy srácok még beírnak ki. Azt a meg! Oh.
Három mérföldre vagyok. Autóra menne falnak mennek. Visszamennek. Jó, hát lehet így játszani. Semmi gond. Csak akkor elrepüljenek meg, hogyha lövünk. Hát akkor belül én is indulok. Hol esett az ő mentő út közben? Egy mérföldre. Ötögénységet, merre vannak a kajenesek? Már elmentek. Egyből előttően tüzet nyitottunk rájuk. Tüzdény. Kolléga ne jöjjön az erősítésre, kezdje meg a kihallgatását a úriemberek úriasszonynak. Sérült kollégával itt maradok. Őrmester, menjen vissza a kollégához segíteni a kihallgatást, jó? Tüzdény. Hol van? Möntőt hívtak már? Tüzdény. Negatív. Negatív? Negatív, most értesítettem. Tökéletes, üljön le. Őrmester kolléga megy vissza önnek segíteni a kihallgatásba. Utána, amikor kijött a mentője, lezárom az ékszerbót környékét, azt végeztünk. Mivel rendőrökre támadtak, ez is legyen a vádpontok között, hogy próbálják meg kiszedni, hogy kik ők, miért támadtak rendőrökre, mi volt a cél. A motorjában van pár ékszer. Kell pakolni. 14, nálam is van zsebben még pár ékször. De még kapcsolta le a villogót, amikor itt állunk? Helyzét biztosítunk, kolléga. Motoros kollégáknak, ha netán térnek vissza a nullanulás kutatánságra, akkor vigyázzanak, mivel egy mentő van felborulva, és kettő mentős áll az út közepén. 14. És ezt jeleztem idefele jövet? Meditálok egy két percet, amíg megvárom a kollégát is. 14. Térjünk 9-9-re. Menjek akkor, vagy a nullanulra? Ennek a srácnak hangfalról jön a hangja? Ez meg ez így... Lehetséges, hogy az egyik elkövetőt be kell, viszik a kohászba. Értem. Lehetséges, hogy az egyik elkövetőt kohászba kell vinni. Kérem, jelözzék a mentősök felé rádió, hogy ha sárga ruhás embert visznek be, tartsák bönt. Ilyetet értesítsenek minket azonnal, és lehet, hogy húzzák a kezelést, hogy odaérjünk. Bár elég kevesen vagyunk állományba. Kérek egy 14-et az előző üzenetemre. Nem hallottam az üzenetet. Az egyik elkövető, aki sárga ruhában idejött és tüzet nyitott a kollégákra, föltöltött, megsérült és kórházba kell szállítani.
kérem, jölözzönök a mentős kollégáknak, hogyha sárga ruhás lőtsérültet visznek be, tartsák bönt, amíg odaérünk, lehetőleg. Jól megjöttek, akkor nem tudom, lehet tűzharc. Élőtögénységöt. Szép pillanatot az út. Megpróbáltak elgázolni. Úristen. És akkor megpróbálja levenni? Nem ettől el szóhozzá. Hol érsz rajdalma? Nem mondom, hogy... Lába. A jobb láb. Szomb vagy inkább sűk csont, ha érez fájdalmat. Ki tudja nyújtani a lábát? Szélet viszont újra. Érthez lenni, de a süptetet nem ugatom. Érez fájdalom? Igen. Hol érzed fájdalom? Sípcsont környék. Mekkora fájdalom van. Sípcsont, hogy magatod, hol érzed? Sípcsont. Kisebb fájdalom, nem. A macsót ellopta. Nincsen megtagadva, nem látom. A új elejét törésnek hoztuk a kenőt. Szép, majd meg a mellék részítem a kenőt, elkezdem felkenőt. A betűs törés nem alakult ki. Meg az, hogy kicsi a létszámunk. Jó. Egy céljes vagyok ére. Nincs. Na, papi, holnap 12 óra streamet tol, de jó. Rendben van. Alkalmas a botorozásra? Pozitív. Jó van, akkor induljunk vissza, segítsünk a kollégáknak. Basszus, nem mondtuk a mentősnek a sárga ruhás lőttet. Mindegy. A főutat ad lezárást. Jó van, sérült kollégát összekaparták. Nem tudom, mivel forgalom össze a beönézés kolléga. Megyünk vissza az ékszerbóthoz, utána megyünk vissza a 99-ösre.
igen, gyorsan mi az ő motorja. De nem se lassú. Hű. Hát én lőttük az a monitor és az érzeménye. Egy lejjebb akartam menni. Szóval mik ezek a laggók? Jézus! De mi? Textúra is elment, fasza. Kérem, foglalja le azt a gépjárművet. Hol lett a szöges drót, amit felvettem? Hát én ezt nem értem. Mindegy. Jó, a szemfelsz mindig elfelejtem. Szedés üzemmód, azaz. Hova? Berakom a csomagtartóba. Összehajtogatom, berakom. Hova? Sportgépjárművet hallok a környékön. Vétel, X-Airball területe 1026. Van, kérem, oldja fel a lezárást, csinálom a kiírás feloldást. Bocsánat, srácok, ez a idegesítő rész, hol az a kurva intranet?
Intranet. Vannak a kiírások. Ez a probléma, a rádiótelefon jelentés, a telefonkönyv. Akkor kérem. Látogatható a vásárlók számára. Hol van? Illetve a 9-es kapitányság. Sierra egységek indulnak a 99-es kapitányságra. Tovább lett a textúra nekem, de... Jó. Ez jó akció volt. Ember hátrányba el tudtuk engedni, mikor el kellett. Aztán úgy éreztem, hogy... Lassan meditálni, mert nem fejbeszélünk. Dehogy, mehetünk. Nem sietetni szeretném. Szép napot, kollégák! Meghoztam a tárgyokat. Szuper. Kisasszony, nem igényelt orvosi ellátást, jó van? Nem, köszönöm szépen. Az úrnak kell hívni. Úrnak? Ó, értem, a kisasszony is mondta, hogy rosszul van, azt hittem, hogy... Igen, de... Nem bírom már még. Itt a úr jöjjön ki közbe. Bevinni Dandertem úrnak a... Hihallgatóba. Pillanat, én hozom be a cuccokat, azért szóltam. A ja, kolléga urat meg kell, hogy vigye be. De nem ki lehet. Tárgyi bizonyítékok nélkül. Hol lett az őrmester? Oké. Egy, kettő. Ó, nem bírom el. Jó, fogás volt. Tögészséget. Előtögészséget. Kolléga úr, átadom, amit az úriember és a hőnét találtunk. Legyen szíves majd ezt a kihallgatás során a kollégának mondani. Jó. Illetve még van 98 ékszőr. Jó, jó, jó. Akkor ezeket fel is írom majd. Azt megköszönöm. Az ékszőröket elkezdtem behozni. Uram, hitőtitát kér. Hitőtitát kér. Kicsit ilyen nem kell.
Nem, nagyon szépen köszönöm. Ugyan már. Figyeljenek a kollégák. Most ne adja ott az urat. Ahogy itt pakolom az ékszöröket. Hol lettek? Jeleztünk már mentősnek. Nem tudom, hol tűntek a kollégák. Pakolom be a tárgyi bizonyítékokat. Akkor jelzek a mentősöknek. Rendben. 98 ékszert rakok be a tárolóba, kérem majd a jegyzőkönyvbe írják fő, az urnán és a hőnél összesen találtunk önnyit. Még az én gépjárműmben. Jaj, abban is van? Pozitív. A gépjárműben. A hőnél volt lőfegyver, tőtény hozzá, baseball zütő, meg zárfeltörő, de ezt átadtam a kihallgató kollégának. Itt lakoltam meg én. Jó, de végezzék meg. Végezzem már a kihallgatás kolléga, én bepakolok, meg jelzem, hogy mennyit találtam, csak ne hagyjuk már ott őket. Akkor gyorsan itt ledobom itt a tökéletes. Akkor a többi a kocsim mit van? Köszönöm. Intézem. Köszönöm. 30. Jó fogás volt, gyerekek. 128. Be van zárva a gépermű. Mindegy, megoldom. Akkor nem oldom meg. Kocsi feltörése. Jobba. Este kulcsa kinyitom. Már is nyitom. Jó, oldottam. Este kulcsa kinyitom. Tehát többé jel ez a riasztója, ne izguljon. Jó, rendben. Szökkézős vagy. A pisztoly és a rugós bicska az úrhoz tartozik, illetve 24 lőszer? Negatív az az enyém. Mindegy. Akkor csak az ékszer az övé. Pozitív. Kurva jó fogás, gyerekek. Ték ellógnak a törvény vasokra elő? Tévedtök. Tévedtem. Kétszer gyógysz ékszert foglaltunk le, ez nagyon szép fogás kollégák, szép munka volt. Szuper. Írja vagy írja? Melyiket szeretek? Kolléga, önnek adtam oda a tárgybizonyítékokat, ugye? Hát ugye? Igen, igen, még itt vannak nálam. Csak kérem, adja át, kérem, adja át. Most nem tudom, a jegyzőkönyvet megvan. Még annyi kéne, hogy a kihallgató tisztnek, a kollégámnak a rendfokozat és neve. Nem tudom, ki hallgattak, jó, nem voltam itt. Itt bent van most. Véd, Fury. Na, Fury, maga volt, rendben. Véd, Fury. Zászló. Azt tudom. Hogy kell írni? A zászlóst? Z-A-R... Nem a zászló, ja. Nem tudtam. Fury. Nem tudtam. Fury. Y-nal. Vade Fury, W-vel Y-nal. Störzászlós?
Nem, zászlós. Betűzzem. Nem kell, így megvan már minden jó. Tökéletes. És 200 jó cégszert írja bele. Kurva jók vagyunk, gyerekek. Nem kiszedtem, ugye, de miért sem elnézem. Du-du-du-dum. Na... Nincs. Nála... Snéku mi van? Meg egyszer lehet 10-10-elek kajálni. Sombri József, 10-10, délutáni szolgálatba majd érközöm. Jó pihenés, köszönjük a szolgálatot. Én köszönöm, nagyon szép munka volt, mindenkinek első osztályú dicséret jár. Nem. Hallott-e. Na srácok, ennyi volt az RP, jövök délután is. Üdvözlök tovább a bűnt. Mindjárt megnézem, hogy van-e, aki streamel és Csudapest, és vagy olyan, akit én kedvelek és szívesen javaslok. Egy ember van, hozzá átrédelünk. Más téma, másodperc türelem, csak volt megnyitva nyilván a rédeléshez a cucc. Úgyhogy egy kis női energia érkezzen mostan hozzátok, hogy fogadjátok szeretettel, üdvözöljétek, és mondjátok, hogy Barty Raid. Azt találkozunk délután, úgyhogy várlak titeket vissza szeretettel, remélem tetszett. Hello, hello, sziasztok! Köszi Lepra Manu a raidet, a hostot, és hogy itt voltál. Vigyázzatok magatokra, délután találkozunk, és egyetek jókat!